Az Olvastad Már című versenyt 2019-ben hirdették meg először. Nem titkolt vágyunk az, hogy igazából ez nem csak prózamondó verseny, hanem egy kicsit a olvasás népszerűsítő programunknak egy része. A mai zsűri tagok is főleg magyar szakos tanárok, úgyhogy van dr. Kasuba Jánosné, Vera néni, ő a könyvtáros tanárok munkaközösségének vezetője, Petri Lajosné, aki nyugalmazott magyar szakos tanárnő, Gánóci Ferenc, aki a jelenlegi Szent Annai Sámuel Református Gimnázium és kollégium magyar szakos tanára, illetve Hangyási Tiborné, aki kolléganő, magyar szakos tanár és könyvtáros. Sorolta Szabó Péterné az előzményeket, most nem volt kötelező, mindenki a kedvenc könyvét hozta. Mindenki a kedvencét hozhatta, igazi profi előadók is vannak, hiszen van olyan, aki már nyolcadikos és elsős kora óta volt szerencsém őt zsűrizni, illetve nézni. A mesemondó verseny folytatásaként jött ez létre, alulról jövő kezdeményezésként. A pedagógusok kérték, hogy ezek a tehetséges gyerekek ne fejezzék be a prózamondást a negyedik osztállyal, hanem a felső tagozatba is lehessen rá alkalmuk, hogy megmutassák, mennyire ügyesek. Korcsoportonként van a verseny, az 5., 6., 7., 8. osztály külön méri össze az erejét kedvenceikkel. Nagy kedvenc Nógrádi Gábor, aki mindig, de a fantazitól a régi még Móra Ferenc történet is van, illetve én úgy gondolom, hogy a klasszikusokból is mindig csúran cseppen bele, de én örülök, hogy a fiatalok a kortárs irodalmat is forgatják, mert a kortárs irodalom nagyon jó.